A művészeti nevelés egyik fontos területe a színház, aminek az egyik célja, hogy a gyerekek megértsék a körülöttük lévő világot. A kulturális központ éppen ezért már évek óta meghirdeti a Tipegő Béletét, amire 3 éves korig várják a kicsiket. Idén összesen 4 előadás volt a bélet keretében, amik, mint azt a szervező Vertige Tamásné elmondta, nagyon sikeresek voltak, sokan elmentek rájuk. Nagyon jó kapcsolatot ápolunk a Bobita bölcsödével, akik maguk megszervezik a színházlátogatást, és külön csoportokban hozzák a gondozónők a gyermekeket. Ez nekünk nagy segítség, és azt gondolom, hogy a gyerekeknek is kellő támasz. Illetve a gyesen lévő édesanyák és nagyszülők is nagyon agilisek, úgyhogy elmondhatom, hogy minden színházi előadásunk nagy látogatottságú, és élvezik is a gyerekek. A 4 darabot úgy válogatták össze, hogy megfeleljenek a korosztályi sajátosságoknak, a produkciókra jellemzőek voltak, hogy sok színes kellék volt látható bennük, illetve több hangszer is kiemelt szerepet kapott játékos módon. Az utolsó előadáson a gyerekek a Cini-Cini muzsikát látták a pécsi Bobita Bábszínház tolmácsolásában. Én vagyok Pikulás, és van egy társam, Bonyiga, aki ő hegedűn játszik, én pedig egy kazun. És az a lényeg, hogy ő a szomszédságomba költözik. És akkor ennek először megörülök, majd pedig bonyodalmak keverednek ki. Vannak dobok, amik ha összeállnak, akkor egy ló lesz belőlük. Vannak kacsák, akik ilyen kasztanyettákból lettek megszerkesztve. Vannak halak csörgőkből. Az előadás végén feltűnt egy csellózó medve is, aki szomorú volt, mert nincsen társa, de a darab végére pár talált. A játékos darabot tiszta, egyszerű hangok és mozdulatok jellemezték, valamint olyan dalok, amiket a gyerekek már korábbról is ismertek.